Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök Önöket, és Neider Márta vagyok a Napvilág kiadó ügyvezetője, a mi kiadónk adta ki Budvarhelyi Éva Tesszának azt a könyvét, aminek most a bemutatóját tartjuk. Gondolom, nem különlegesség, hogy minden kiadó jó könyveket szeretne kiadni. Hát itt van a Napvilág is, és nem csak jó könyveket, hanem fontos könyveket szeretnénk kiadni. Budvarhelyi Éva Tessza, maradjunk egyszerűen Tessza könyve, az bizton állíthatom, hogy nem csak jó, hanem rendkívül fontos is. És hogyha semmi más, mint a borító hátulján elolvassák Ferger Zsuzsának a rövid kis ajánlóját, akkor rögtön világosá válik, hogy miért ilyen fontos. Olyan témát dolgoz föl Tessza, amely évtizedeken, vagy nem is tudom elmondani, történeti távlatokban és századokon keresztül is problémát okoz. Egy biztos, hogy Magyarországon a 900-as évek elejétől folyamatosan a hajléktalanság, a lakhatási kérdés az olyan probléma, amelyre még egyik kormány, egyik társadalmi formáció sem talált igazán megoldást. Megoldást találtak rendészeti ügyként kezelve, szociális ügyként kezelve, de strukturálisan társadalmi ügyként kezelve ez a kérdés máig megoldatlan. De ne én beszéljek erről a könyvről, hanem kedves vendégeink, akiket meghívtunk. Elsősorban Tausz Katalint szeretném bemutatni, szociálpszichológust, akit majd először arra kérek, hogy a könyvről beszéljem. Aztán Keresztes Jenő hajléktalan aktivistát, aki szintén a könyvről fog néhány szót szólni, vagy amiről éppen gondolja, kitekinthetünk a könyvből. És Mondoli Molnár Dóra, a Népszabadság munkatársát pedig arra kértük, hogyha elhangoztak a könyvismertetések, akkor egy rövid beszélgetést vezessen, természetesen Tesszával és meghívott vendégeinkkel. Úgyhogy én Tausz Katalinnak át is adom a szót. Köszönöm szépen, én szociálpolitikával foglalkozom, inkább szociálpszichológiával, de ez mindegy is ebben a helyzetben. Én nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és most ezt igazán őszintén mondom, hogy megtiszteltetésnek veszem. A Tessza nagyon élesen szól az egyetemi és a tudományos establishment működéséről, és kicsit talán tévesen úgy gondoltam, hogy talán még van bennem valami a régi establishment előtti személyiségemből, vagy az előfordulhat, hogy én beszélhetek erről a könyvről. Tegnap egy barátomnál voltam, aki azt mondtam, hogy ma ide jövök, és hogy mondta, hogy hát ő is eljön, és kérdeztem, hogy, hát az ember nem jár könyvemutatókra úgy általában, hogy ismered a Tesszát, vagy miért, és azt válaszolta erre, hogy azért, mert ez egy fontos könyv. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy miért fontos ez a könyv. Hát természetesen minden könyv, ami elkészül, az egy fontos dolog, nem csak az érintett életében fontos, hanem mindannyiunk életében, mert a közös tudáskit gazdagodik általa. De a könyv elsősorban azért nagyon fontos, mert hangot ad azoknak, akikről Tessza nagyon szépen ír, akik alig hallhatók, akinek a hallhatósága ellen a hatalom mindent megtesz, akik morálisan, fizikailag, térbelileg és szimbolikusan is ki vannak rekesztve a társadalomból. Nagyon fontos ez a könyv azért is, mert összekapcsol két világot, a hajléktalanság életvilágát és a társadalomtudományét, egyszerre szociográfia, egyszerre tudomány, a Tessza egyszerre krónikás, etnográfus, szociológus, és ezt én tényleg egy nagyon nagy teljesítménynek tartom. Azért is nagyon fontos ez a könyv, mert minden kritikai megnyilvánulása a mai szociális munkával kapcsolatban, a mai szociális munka gyakorlatával, az intézmények működésével kapcsolatban, hogy mondjam, szeretetteljesen kritikus, és minden szava azt hiszem, hogy ül ezzel kapcsolatban. Főleg azzal kapcsolatban, hogy szándékosan vagy szándékolatlanul, de erősítik a meglévő struktúrákat, azok a segítő tevékenységek, amelyek a legjobb szándékkal adott esetben a fagytaláltól, az égtaláltól
megvédenek embereket. A TESZA használ egy nagyon jó megkülönböztetést, a megerősítő és az átalakító intézkedéseket, és azt írja a könyvében, hogy a megerősítő intézkedések azok akár minden jó szándékuk vagy pozitív eredményük ellenére is a fennálló rendhez és az uralkodó társadalmi viszonyokhoz kapcsolódnak. Ilyen a megerősítő mondjuk intézkedés vagy tevékenység, a nagyon jó indulatú altruizmus, maga a szociális munka, a jogvédelem, és az átalakító, ami megkérdőjelezi a struktúrákat, amelyik feszegeti az érintettek kulturális elismertségét, ami az újraelosztási viszonyokat megkérdőjelezi, és amelyiknek a középpontjában a politikai emancipáció megszerzése vagy elérése helyezkedik el, amit ugye, ahogy a könyvéből nem nehéz kitalálni, hogy az önszervezett civil mozgalmak tevékenységével azonosít. Nekem különösen azt hiszem ez tantárgyi középpont lesz a szociális munkával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen kényszerűen nem tesz mást a mai szociális munka establishmentje, ha már egyszer használtam ezt a kifejezést, mint a szegénység menedzsmentjét próbálja profi módon ellátni. Fontos azért is ez a könyv és ez az esemény, ami vagyunk, mert azon nagyon ritka események egyike, amikor a magyar társadalomtudományok, ami egyébként az utóbbi időben nagyon ritka, valamilyen égető a jelenünket meghatározó problémáról szólnak, és olyan módon szólnak, hogy az mindannyiunk számára fogyasztható, kicsit el vagyok bátortalanodva, mert az egyik nagyon fontos gondolat ennek a könyvnek az a nyelvhez fűződik, és abban, amit a TESZA leír a nyelvről, hogy a szimbolikus kirekesztésnek azok a találmányai, mint a cigánybűnözés, hajléktalan bűnözés, ahol nem jelző, de ugyanezt lehet mondani akkor is, amikor a fogyatékosról beszélünk, a fogyatékos ember helyett. Tehát amikor nem jelzője egy embernek, akinek van egy élete, ami egyediség, nő, férfi, járt iskolába, lakik, nem lakik, szőke, barna, kék szeme van, vagy szemüveges, hanem besoroljuk egy csoportba, egy kategóriába, ezáltal elszemélytelenítjük, és mindjárt ki is taszítjuk ezen felnagyított megkülönböztető jegyek alapján. Szóval kicsit zavarba vagyok, amikor ilyeneket mondok, hogy mindannyiunk számára fogyasztható, azt próbálom elkerülni, amit ki tudok mondani, hogy a tudományokban, a szakmában, és az utcaembere számára is azt hiszem, hogy érthető, fogyasztható, olyan nyelven van megírva, amitől minden elitizmus tényleg olyan távol van, mint Makótól Jeruzsálem. És azért is nagyon fontos esemény, mert a TESZA szervezője, krónikása az olyan nagyon ritka valóságos civil szerveződéseknek, ahogy a könyv motójában is írja, a város mindenki a csodálatos és bátor aktivistáinak. Ez a könyv tehát nem csak krónikája, azt kell mondani, nem csak a rendszerváltás utáni, hanem több évszázad magyar társadalomfejlődésének, lakáspolitikájának, hanem annak is, hogy hogyan lehet valamit csinálni azok kívül, hogy leírjuk, hogy keserünk rajta, hogy cinikusak vagyunk. Tehát hogyan lehet átalakító intézkedéseket kezdeményezni. A könyv az Amerikában, a City University of New Yorkon írt doktori disszertációnak a magyar változata. Mivel egy doktori disszertáció, azért persze minden kellékét viseli az egyetemi és tudományos világ kritér követelményeinek, van benne nemzetközi összehasonlítás, vannak benne adatok, van benne bőséges irodalom, de van benne egy valami, amit nagyon sokszor hiányolhat az ember, hogy alulról és felülről is vizsgálódik
De vizsgálódik fölülről a tudomány, a szakértő, a kutató szempontjai szerint, és vizsgálódik alulról az állam szempontjai szerint, és vizsgálódik alulról az érintettek szemével. Ez egy újabb, nagyon fontos tanulsága a könyvnek. Mi a társadalomkutatásokban gyakran, nagyon sokszor van olyan vita, hogy vajon az úgynevezett makrokutatások, amelyek rengeteg adattal, kérdőívekkel, ilyesmivel dolgoznak, adnak-e érvényes választ a társadalmi kérdésekre, vagy az interjús, úgy hívjuk kvalitatív kutatások, amiket nem lehet olyan módon számszerűsíteni, hogy most akkor a 16,5% úgy gondolja, hogy ellenben a 32 pedig azt mondja, hogy neki ez mindegy. És akkor szoktunk használni egy ilyen kifejezést, hogy anekdotikus ismereteket nyújtanak az információk, színesítik a makro adatokból megismert tényeket. Ezt a dolgot is a TESZA teljesen felfordítja, és a igazi politikai látásmódja szerint azt mondja, hogy az emberi életek nem anekdotikus történések, nem illusztrációi nagy összefüggéseknek, hanem ezt a dolgot ezt át kell fordítani. Nem azt mondja ezzel, hogy nincs értelme megtudni, hogy Magyarország a szegénység az hány százalékkal nőtt a 2010 óta, hanem azt mondja, hogy az érvényes tudásnak nagyon, megszerzésének nagyon sok útja van, és hogy emberek életét, tapasztalatát, véleményét, azt nem tekinthetjük illusztrációnak a tudományos életben mozgolódó emberek karrierjének az építőkövérek, hogy úgy mondjam. Ennek megfelelően a könyv hangneme az, mondjuk, ha azt kéne mondanom, hogy mondjuk, ha ez most egy doktori disszertáció lenne, amit nekem oponensként kéne elbírálnám, akkor azt mondanám, hogy megüti a tudományos nyelvhasználat mértékét, de ami sokkal-sokkal fontosabb, őszinte, erőteljes, indulatos, dühös, ugyanúgy benne van az ember, mint ahogy azt gondolja a TESZA, vagy én ezt így olvastam, hogy benne kell lenni a tudományos eredményekben is az embernek. A könyv, ahogy mondtam, abból a szempontból nagyon is megfelel minden tudományosság kritériumának, hogy van történeti aspektusa, a lakhatási problémát, a lakhatáshoz kötődő aktivizmust hosszú évszázadokon keresztül feltárja a saját kutatások alapján, van benne nemzetközi összehasonlítás, hol Európához, hol az Egyesült Államokhoz, mert ami a magyar szociálpolitikában manapság történik, az nagyon sokszor ezek persze értékterhelt kijelentések, de ezt is megtanulhattuk ebből a könyvből, hogy ezt be lehet vállalni, hogy az embernek attól még nem biztos, hogy nem tudomány valami, hogy dühök, értékek, elképzelések mozgatják. Szóval mindaz, ami szegényellenességben, hajléktalan üldözésben, adminisztratív kirekesztésben, abban, ami nem véletlen, hogy Amerikában született meg ez a büntető jóléti állam, prison fair kifejezés, tehát ami a szegénységet bünteti, ami ebben megjelenik, ebben a nemzetközi összehasonlítás az sok esetben az Egyesült Államokhoz teszi hasonlatossá Magyarországot. Tehát minden van benne, ami tudomány, de mindig a perspektíva magyar, és mindig a perspektíva az, hogy mi van ma Magyarországon, és mit kellene tenni. A könyv nagy ideológiai kérdéseket is feszeget, és amikor azt mondja, hogy mindenki számít, tehát tulajdonképpen amikor arról beszél, hogy emberek élettörténete az nem illusztrációja, példálózása, való dolog egy tudományos műben, akkor tulajdonképpen ezen a gondolaton tovább lehet haladni, mert ezzel azt mondja, hogy ami a hajléktalanokkal történik,
az nem a hajléktalanok ügye, sőt, a hajléktalanság és annak a kezelése az egy sokkal szélesebb és mélyebb társadalmi problémát mutat meg nekünk. Egy olyan problémát, ami emberek problémája, elméleti probléma és politikai kérdése is. Ezért nem véletlen, hogy a filozófiája a könyvnek, meg a módszerei, ahogy Tessa írja, az állampolgári aktivizmusból, a közösségszervezésből és a demokratikus pedagógia gyakorlatából táplálkoznak. Hogy mit mutat meg a hajléktalanság és a hajléktalanok problémája? Ha veszük a könyv címét, az igazság az utcán hever. De mi is ez az igazság, ami az utcán hever? Ezt akár metaforikusan is színezhetjük ezt a gondolkodhatunk erről, hogy ki, mi minden hever az utcán. Valóban az igazság az utcán hever, és ezt meg is fogalmazza a könyv. Az igazság az, hogy a rendszerváltás után, feledjük el egy pillanatra elmúlt éveket, nagyon sok minden történt a politikai jogok érvényesítéséért, és nagyon kevés történt a szociális jogok érvényesítéséért. Tehát, ha az igazság az utcán hever, akkor az azt jelenti, hogy ebben a gondolatmenetben, ahogy Tessa gondolkodik a hajléktalanságról, a hajléktalan emberekről, elő lehetne venni egymás után. Én sokat foglalkozom fogyatékossággal, fogyatékos emberekkel, erre a történetre rá lehet írni ugyanezt a dolgot. A szegénység más húgyrait, a kis településen, az hátrányos helyzetű, a gyerekeket, szóval nagyon sok minden, ez mind-mind arról szól, hogy tükröt tart nekünk, és egy problémán keresztül megmutatja, mint egy prizmán keresztül, hogy mi is az, ami történt nálunk, velünk az elmúlt évtizedekben. Na most ezt ki fogom mondani, szóval ebben az értelemben kicsit régebb volt velem, hogy ilyen mondjuk jelszavakat mondtam, de úgy éreztem, hogy ez nagyon is él, amit a Tessa írt, és ebben a szellemiségben igenis nagyon elfogadható ez a doktori disszertációtól egyébként eléggé idegen mondat, hogy politikai mondat, amelyik arról szól, hogy lakhatás, demokráciát és jogállamot. Ez a könyv az erről szól. Köszönöm szépen! Keresztes Jenő vagyok. Mielőtt erre a közben beszélnék, két bevezetőt szeretnék mondani. Az egyik három szó. Én nagyon elfogult vagyok a szerzővel. Megmondom miért, évek óta is ugyan teszel. Közös céljaink vannak, végül is a dolgokról, a hajléktalansággal, a szegénységgel közösen gondolkodunk, közösen küzdködünk és harcolunk, néha több kevesebb sikerrel. Bizony dolgon eltérő nézetei vagyunk, de hát tulajdonképpen ez nem van. A másik az, hogy nem vagyok szaktudós, tehát tudom, ismereteim nincsenek, vagy legalábbis nem olyan művelek, mint az Illáerőnek. Én jogász vagyok, tehát kapcsolatban viszont a társadalomhoz, de ilyen aspektusból nem. Tehát én ezt a könyvet most úgy fogom elmondani önöknek, amit egy outsider, egy kívülálló, érdeklődő ember mondana a barátjának, a közösségnek. Maga a könyv cím. Ugye a könyv cím az igazság az utcáról. Rendkívül frappáns és rendkívül tetszik nekem ez a cím. Megmondom miért. Egy könyvesboltba elmegy és meglátja ezt a címet, kíváncsi lesz, felkelti az érdeklődését, hogy mi az, hogy az igazság az utcáról. Kiveszi a könyvet, majd a tartalmányzékből és a bevezőből tökéletesen tisztában lesz vele, hogy miről szól az a könyv. Tulajdonképpen ennek a könyvnek három eleme van. Ez az államot vizsgálja a hajléktalansággal és a lakhatással kapcsolatban. Az állam szerepét a 19. század végétől kezdve egészen napjainkig.
A másik, a civil szerveződéseknek a küzdelmét a lakhatásért és a hátrányos megkülönböztetésért. Harmadrészt, és a könyv utolsó része, a tudománynak, a kutatásnak a fantasztikusan fontos és jelentős szerepét, hogy azokat a társadalmi viszonyokat, amik jelenleg ebben az országban vannak, segítségedik a megváltoztatásában. Tehát a következő, kezdjük az eredetiséggel. Nekem a könyv rendkívül eredeti, tudnélik, olyan gondolatokat ébresztett fel bennem, amit máshol még soha nem olvastam. Tehát tulajdonképpen ez a könyv bizonyos aspektusból az eddigi szaktudósoknak az eredményeit összegzi, és egy új ismeretet ad. Ez egy szellemi alkotás, ahogy jól mondja. Ez rendkívül fontos, és ez nekem rendkívül mélyen hatott rám. A másik, hogy ebből a könyvből én rengeteg ismeretet szereztem. Én úgy gondoltam, hogy bizonyos dolgokat legalább olyan jól tudok, mint a szerző, de kiderült, hogy nem tudok olyan jól. Ilyen átfogó, nagyon széles körű, nagyon mély elemzéseket olvastam ezekről a társadalmi problémákról, amiket az államot sújtják, meg az embereket, akkor rájöttem, hogy bizonyos dolgokat másképpen kell látni, és tulajdonképpen egy könyvnek az a lényeg, hogy hasznos legyen. Egy könyv hasznos, tehát akik olvassák, azokban az emberekben új ismeretek alakulnak ki, valamilyen módon elgondolkoznak rajta, és egy társadalomtudományos mű esetében azon is gondolkodnak, hogy ezeket a jelenségeket elemezve, hogy lehet ezeket is megváltoztatni, és ez rendkívül fontos dolog véleményünk szerint. Minden könyvnek megvan a sorsa, ez most egy tévi könyv, remélem, hogy a közeljövőben nagyon-nagyon sokan fogják forgatni, és új gondolatai és új kérdéseik lesznek ezzel kapcsolatban. Amiről még szeretnék beszélni önöknek, az idézetek. Az idézetek azért jók, hogy egyrészt az álláspontját erősítsék a szerzőnek, másrészt az idézetek ellen véleménye van, azt is kifejtsék, és színesítik az idézetek a szakmunkát. Nagyon örülök, hogy tesz a szép irodalmat is idézet. Idézet Kassák Lajostól, Móri Zsigmondtól, Veres Pétertől, tudnék, hiszen és vallom, hogy a szép irodalom legalább olyan mélységben vissza tudja adni azokat a társadalmi problémákat, amit egy szociológus vagy szaktudós, amik egy olvasó számára igen fontosak és megkapók. Az idézetekkel kapcsolatban még talán annyit, hogy lehetett volna többeket Nagy Lajost idézni, fantasztikus jó írásai vannak a városi szegénységről, a lakhatási mozgalmakról. Nem csak a Kiskunhalomra gondoltam, még a Petit is írt. És tulajdonképpen Németh Lászlónak van egy könyve, a Bűn, ami arról szól, hogy a 30-as években a szegény parasztság hogy áramlott fel a fővárosba, és a fővárosban milyen iszonyú körülmények között próbáltak munkát keresni, és mennyi megaláztatás, kiszolgáltatottság érte ezt a fiatal embert a könyvben, aki feljött ide Budapestre, ragyogó könyv, és például a részvény akciókutatást 36-ban Németh László fogalmazta meg egy passzóra. Amikor is arról volt szó, rövidezett, hogy a házi úr, akinek a házát épít a fiatal ember, aki egy válságban, vagy egy lelki válságban érezte, hogy nem ilyen zért, azon gondolod, el kéne menni a vidékre, az ottani embereket összeszedni, és közösen valamit csinálni, egymáson segíteni, és figyelembe venni a tapasztalataikat, az élményeiket, és én átadom az én építészmény tudásomat, és akkor lehetne valamit kezdeni, ez így nem jó. Ez megfogott, amikor olvastam ezt a regényt. Még amit szeretnék a könyvben mondani, a források. Rendkívül sok forrás van, és rendkívül jól lehet kezelni a forrásokat. Én próbaként néhány forrásnak utána néztem, és megtaláltam. Nagy bánatomra. Nem buktam le. Megtaláltam a forrásokat. Úgyhogy összefoglalva, ez rendkívül sokat jelentett számomra ez a könyv, és egészen bizonyos vagyok benne, hogy ezen az ismereteknek a birtokában, amit szereztem a könyvből, az elkövetkezendő város mindenki mellomat már átgondoltabban és sokkal
szélesebb körül fogom tudni csinálni, úgyhogy van egy Vörös Marti vers, a gondolatok a könyvtárban, Vörös Marti nagy filozófus vers, arról szól, hogy ment a könyvek által a világ előre. És én hiszem és vallom, hogy a könyvek által is megy előre a világ, mert ez a legfontosabb dolog, de segíti azt, hogy ezen az iszonyatos rendszeren valamilyen módon akciókkal, különböző feladatokkal segítsünk, és az utolsó sorra ennek a versnek, hogy tesz az jó mulatság férfi munka volt. Keresztes Jenő dicsérte Tesszát, hogy megtalálhatók a forrás a könyvben, akkor én viszont a szerkesztő munkáját is dicsérem, mert a szerkesztő is ott volt, Klopfer Judit, a Napvilág kiadó munkatársa. Konori Molnár Dórának adom át a szót, és kezdődhet a beszélgetés. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és egy személyes élménnyel szeretném kezdeni, ami az újságíró munkámra is hatott, amikor én Tesszával először találkoztam. Az volt a feladatom, a szerkesztő azt a feladatot adta, hogy írja portrét az AVM-ről, a Város Mindenkinek mozgalomból. Nem Tesszáról, hanem kifejezetten a mozgalomból. És meg is beszéltük a találkozót, és azt történt, hogy nem egyedül volt ott, hanem aktivistákkal volt, hajléktalan aktivistákkal volt. És úgy beszélgettünk órákon keresztül, hogy ők folyamatosan bekapcsolódtak, és nagyon-nagyon sok új szempontot adtak. Az eddigi tapasztalataim, míg a Tesszát nem ismertem meg, általában a civil szervezetekkel való találkozásnál azt jelentették, hogy találkoztam a civil szervezet vezetőjével, aki szépen elmondta az elejétől a végéig, hogy hogyan alapította meg a szervezetét, mik a célok, esetleg, hogy az olvasót felcsigázni kiemelt egy-két fontos ügyet. De az, hogy az AVM-nek és Tessza munkájának a lényege itt jött át, hogy ő tulajdonképpen csak a keretét adta a beszélgetésnek, a tartalma az nagyon-nagyon sokat jelentett, ami a hajléktalanoktól érkezett, hajléktalan emberektől, és úgy, hogy különböző olyan problémák is felvetődtek, amelyekre egyáltalán nem gondoltam, hogy elő fog kerülni a portré megírása kapcsán, például a női hajléktalanság, hogy szegmensét kiemeljem ennek. Úgyhogy, de most arra kaptam felkérést, hogy egy olyan beszélgetést indítsak el veletek, ami egy picit kilép a könyvből, picit aktuál politizálnánk is, ha nem egy probléma, és a véleményeteket kérdezném elsősorban arról, hogy ami az elmúlt két évben egy elég radikális változás volt a hajléktalanság problémáját kezelt kormányzati politikában, az a kriminalizáció az valahonnan elindult. Azt lehetett észrevenni, az a percepció, hogy az elmúlt 20 évben, nem, és ezt a könyv is hosszan taglalja, nem csak, hogy nem sikerült válaszokat találni, de tulajdonképpen felépült egy óriási intézményrendszer, amiben beléptek az emberek, de onnan kilépni nem nagyon léptek ki, és még a belépés előtt sem sikerült már beavatkozni. Ha nagyon-nagyon röviden, tehát most a kriminalizáció előtti időszakot elemezzük, nagyon röviden kellene összefoglalni, hogy miben látjátok ennek az okait, az szívesen Tessa elsősorban. Oké. Hát én egyébként lehet, hogy egy picit tágabban kezdeném, meg egy picit beszélnék a könyvről is, bár tudom, hogy már kilépünk a könyvből, de hogy szerintem azért az fontos látni, vagy hogy én így a kutakodásaim során, amik ehhez a könyvhöz vezettek, így azt látom, hogy azért a történelem során a hajléktalanságot, vagy a szegénységet így alapvetően három különböző módon közelítette meg a társadalom, szociális, lakhatási vagy rendészeti kérdésként, és akkor ehhez kapcsolódott még mondjuk egy egészségügyi megközelítés, vagy közrendi megközelítés, de hogy én azt gondolom, hogy ez a három fő pillér van, ahogy így a magyar társadalom, vagy talán az összes társadalom valamilyen módon közelít ehhez a kérdéshez, és szerintem a kérdés az, hogy egy adott korszakban ennek a három fő megközelítésnek milyen aránya van.
Tehát, hogy a lakhatási, a szociális és a rendészeti megközelítések azok, melyik a domináns, mi az ő viszonyunk egymáshoz, és hogy én, és hogy szerintem, ha ezt a három szempontot veszük, akkor a magyar történelemnek az egyes korszakai nagyon jól leírhatóak, hogy, például a hajléktalansággal hogyan foglalkoztak, és én egy ilyen nagy megkülönböztetést tennék, nyilván lehet még sokkal többet, hogyha visszamegyünk az időben, hogy mondjuk az államszocializmus alatt, én azt mondom, hogy alapvetően nagyjából mind a három megközelítés jelen volt, nagyon erős volt a szociális megközelítés abban az értelemben, hogy intézményesítették az embereket, tehát hogy alkoholelvonó, meg kórház, meg öregek otthona. Nagyon-nagyon erős volt a lakhatási megközelítés, mert ugye az volt az a korszak a magyar történelemnek, amikor az állam igazán vigor rászánta az erőforrásokat arra, hogy az embereknek legyen hol lakniuk. Bár ez a rendszer nagyon sok hibája volt ennek a rendszernek, de volt. És nagyon erős volt a rendészeti megközelítés, mert ugye közbeszélyes munkakerülés, különböző ilyen lakcím, megkötések, stb. És akkor szerintem ehhez képest érdekes az, ami most a rendszerváltás után van, hogy ebből a három megközelítésből az egyik az kiesett, és az a lakhatási megközelítés. Tehát, hogy maradt a szociális, az az intézményesítő dolog, hogy rakjuk tömegintézménybe az embereket, legyenek ott, elraktározzuk őket, nem tudjuk, hogy mi fog utána velük történni, de legalább nem látszódnak. És ami ijesztő, hogy a rendészeti megközelítés most arra már annyira nagyra nőtt, mint ami igazából az államszocializmus alatt volt. És hogy az elmúlt tehát, hogy ez azért az a rendszerváltás után következő két évtizedben nem így volt, ez most az utóbbi években nőtt ilyen nagyra, és hogy azt gondolom, hogy ennek az időszaknak a tragédiája az, hogy emellé egyáltalán nem nőtt fel a lakhatási megközelítés, sőt, tehát, hogy inkább csökken az a megközelítése a hajléktalanságnak, ami egyébként ugye értelmszerűen szerintem az egyetlen igazi megoldása lenne, mert és ezzel kezdni be, hogy én egyébként amellett érvelek a könyvben, hogy a hajléktalanságnak a tisztán szociális meghatározása szerintem egy tévút. Tehát, hogy a hajléktalanság alapvetően szerintem ezt nem egy szociális problémaként kell kezelni, hanem alkotásiként. Két dolgot szeretnék ezt hozzáfűzni, egy nagyon érdekes tapasztalatom volt. A Kádár korszak az államszocializmusban, én a szakdolgozatomat az említett letartóztatás témájában írtam. Kaptam meg, hogy nincsen egy papír, de nem mehettem minden előzetes letartóztatotthoz. És abban az időben az ott fogva tartottak, ott fogott emberek 90%-a KMK miatt. Tehát közveszélyes munkakerülés miatt. Iszonyú prés nehezedett azokra az emberekre, hogy nem tudtak elhelyezkedni, akik tulajdonképpen a megélhetésüket ilyen-olyan módon biztosították, de mégsem volt munkahelyük. A másik a lakótelepi kérdés. Tudják, hogy azokban az években a lakáspolitika az előre mutatott, mert 10 000 számra építették a lakásokat, a lakótelep, a szovjet mintára a lakótelep, de ezek a lakótelepeket szinte élhetetlen körülmények. Én itt szerettem volna, hogy most az sem volt igazi megoldás. Tehát a lakhatásnak vannak különböző ismeretei. Az, hogy valaki fedjátok 30 évek nyitott, hogy nem jelentik, hogy a lakhatása az megoldott és humánus is ember. De akkor előbb-utóbb tudják mindenki hozzáketegni 25-30 évek nyitott. Milyen előszörnyek látok? Az ennek a nagyon súlyos kriminalizációs politikának az elmúlt időszakban. Hát akár te. Helyikül, én nem hallottuk a kérdést ennyire. Hogy ti, most Katushoz mondok, mert hogy az elmúlt 20 évet nézed, a rendszerváltás óta milyen előzményeit látod annak, hogy ide, tehát most milyen fokon kriminalizáció került előtérbe, és hogy a lakhatás sem ennyire. Hát egyrészt én azért külön választanám ennek ezt a ideológiai összefüggésrendszerét a lakhatásitól. A lakhatási az jól leírja azt is, hogy az önkormányzatok meg akartak szabadulni attól a gondtól, ami a lepusztult bérlakásállománynak a... És azért privatizálták újabb egyenlőtlenségeket szülve, és egy-két bátortalan kísérlettől, ami szinte, hogy mondjam, nyom nélkül elmúlt fecske program, meg nem tudom én mi, valójában semmi nem történt lakhatási ügyben. Ezt valóban az emberek magánügyévé tették, hogy lakjanak.
Ez egy dolog, a másik dolog az, aminek szintén meg kéne írni a történetét, esetleg ezt a... Hát, hogy a szegénység kezelésének a története hogyan alakult. Tehát, és ebben ez az, ami túlmutat a hajléktalanok, a lakástalanok, a fedélnélküliek, és nem tudom, erre próbáltam utalni, hogy és igazándiból ez kormányzatokon átívelő dolog, hogy szegénység témakörben semmiféle lényegre törő dolog nem történt, a szegények itt vannak, a számuk növekszik, minden makroszám arról szól, hogy egyre többen vannak, és akkor és a magyar közvélemény nagyon nyitott a kirekesztő magatartásokra, tehát és akkor ebben nyilván van egy ilyen szociálpszichológiai dolog is, hogy bűnbakot kell képezni, tehát ha nem csinálunk semmit, akkor meg erre nem akarunk pénzt fordítani, akkor annak a legjobb magyarázata az, hogy hát azért, mert ők nem érdemelnek jobbat, meg miért nem tesznek ők többet a... De közben csomó pénzt fordítanak rá, éppen az AVM nemrégiben tartott erről egy szomoly tájékoztatót, hogy önmagában a hatósági eljárással több száz millió forintot, 3-400 millió forintot fizetett csak ebben az évben ki az állam. Hát pont ezt próbálom mondani, hogy ez egy értékrendszerbeli, ez egy ideológiai döntés kérdése. Egy kormány a meglévő forrásaiból, vagy egy hatalom mindig arra fordít, amire ő fontosnak tartja, hogy fordítson. Tehát nem, az nem igaz, hogy arról van szó, hogy itt nincs pénz. Mindig arra van pénz, amire... Ez nagyon eretnének dolog, de és félre ne értse senki, de hát ugyanígy lehetne azt is mondani, hogy nem kellenek bíróságok, alkotmánybíróságok. De nagyon sok mindenre azt lehetne mondani, hogy az... fölösleges, nem mondják, szóval nem akarok tippeket mondani, adnian, de hogy hát épp ugyanannyira, amennyire ha egy hatalom azt mondja, hogy az rendben van, hogy emberek nem esznek, meg nincs hol lakniuk, meg nem tudom, hogy micsoda, akkor bármit mondhat. Tehát, és ez most mindenfélét lehetne itt szociológuskodni, szavazási hajlandóságról, a ki számít, ki nem számít, nem tudom, itt igazi akarat nem volt erre az elmúlt rendszerváltás óta előtte sem. Csak nem volt olyan látható. Esetleg én még annyit tudnék ehhez hozzá, hogy viszont szerintem könyvben használok egy ilyen kifejezést, amit angolból fordítottam, és egyáltalán nem biztos, hogy jó a fordítás, de így használom, hogy az igazságosság köre. És hogy azt gondolom, hogy a szegény emberek mindig így folyamatosan egyensúlyoztak, hogy éppen a társadalmi igazságosság körén belül voltak, tehát olyanoknak tekintették őket, akik így megérdemlik, hogy segítsük őket, vagy pedig kihullottak belőle, és akkor pedig olyanoknak tekintette őket a társadalom, akik nem érdemelnek igazándiból semmit, és örüljenek, hogy egyáltalán így létezhetnek ugyanabban a térben, mint a normális emberek, és hogy szerintem az, ami ma történik, az azért nagyon, nagyon félelmetes, mert én úgy érzem, hogy eddig, főleg a rendszerváltás után egy ilyen libikóka volt, tehát hogy kicsit belül voltak, kicsit kívül. Ami most így az elmúlt pár évben történt, az, hogy ők egyértelműen kívül kerültek az igazságosság körén, tehát hogy ma már a hatalom részéről ez nem kérdés, hogy a szegény emberek érdemelnek-e bármit, hanem ez csak mi próbáljuk győzködni őket, de hogy a hatalom részéről ez már egy eldöntött kérdés, hogy a szegény emberek nem érdemelt. Tehát, hogy nem, mert hogy ők a szegénységüket érdemelték ki, és hogy ezért nem érdemelnek semmilyen segítséget, maximum annyit, hogy így fizikailag életben tartsuk őket, de hogy azt is csak azért, mert jó emberek vagyunk. És hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes tendencia, hogy amikor ennyire kibullik egy hatalmas társadalmi csoport igazándiból azoknak a köréből, akiket a normális embereknek tekintünk. De hogyha ezt hozzáteszik, hogy nem csak emberi csoport, hanem térségek, területek, tehát ebben egy kicsit azt lehet látni ebben a kiszorításban, büntetünk, szorítunk kifelé, mint hogyha, ezt tudom, nagyon orwelli, vagy nem tudom milyen, de mint hogyha az lenne a megoldása a hatalom szempontjából a dolognak, hogy az összes ilyen problematikus embert,
hajléktalanokat, cigányokat, dolgozni nem tudom, fogyatékosokat, nem tudom. Úgy legjobb lenne, hogy Magyarország egy megyébe betoloncolni, és akkor ott eltállni. Tehát, és hát ez, hogy mondjam, tehát ez egyszerűen elfogadhatatlan, tehát ez nem nagyon kell indokolni. És hát az, hogy a magyar társadalom az nagyon könnyen meghűíthető, ugye erről is nagyon meggyőzően ír a könyvet, hogy nem, ezt ma hallottam a rádióban reggel, hogy hát tényleg igaz így bizonyítja, hogy több az alkoholista az arányokhoz képest a hajléka. Tehát semmilyen bizonyíték nem áll, de a magyar társadalom nagyon, annak egy jelentős része nagyon fogékony arra, hogy ez veszély, ez ő tehet róla, az majd ez lesz, majd az lesz, meg amaz, tehát tüntessék el az én környezetemből. Nyilván ahhoz, hogy egy ilyen fordulat bekövetkezzen, hogy a kriminalizáció irányából eltolódjon a politika, ahhoz kell valamiféle társadalmi szolidaritást megnyerni. Milyen eszközök lehetnek erre, hogyan a mai magyar valóságban, hogyan lehet kicsit ezt a problémát közelebb vinni az emberekhez, olyanokhoz, akik egyébként jobban jól szituáltak, nincsenek lakhatási problémájuk? Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a legtöbb embernek Magyarországon van lakhatási problémája. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon kevesen vagyunk, és ezt a statisztikák is mutatják, akik tehát nagyon kevesen vannak azok, akik mindig minden számlát befizetnek, mindig minden rendben van, és emellett még enni is tudnak, és iskolába is tudnak járni, és nem tudom, fenntartják az autójukat. Tehát, hogy szerintem az egyik talán nagyon fontos pont az éppen ez, hogy ne legyen ez a mi és ők. Tehát ne legyen az, hogy vannak azok, akik a lakásszegények, meg a hajléktalanok, és nem mi, akik jól élünk, hanem hogy igazából felismerjük azt, hogy mindannyian ugyanannak a problémának a különböző szintjeit éljük meg. És szerintem ez az első lépés, tehát ahhoz, hogy így újra egy ilyen erkölcsi közösséget tudjunk teremteni, aminek mindenki részese, és hogyha felismerjük, hogy mindannyian, vagy az emberek nagyon nagy része küzd lakhatási problémával, és ezért érdeke az, hogy Magyarországon valódi megoldások szülessenek a lakhatási problémákra, akkor az egy hatalmas politikai lépés, és egyébként erről írok a könyvben, hogy szerintem az ma, főleg ennek a kormányzatnak hihetetlenül érdekében áll, hogy ne ismerjük föl, hogy mindannyian egy lakhatási mozgalom tagjai vagyunk, mert hogyha fölismernénk, hogy mindannyian valamilyen szempontból érintettek vagyunk a lakhatási szegénységbe, akkor hirtelen egy nagyon-nagyon erős állampolgári erő jönne létre. És az, amit például a kormány most csinál például a devizahitelesekkel, hogy kiemelte őket, mint egy ilyen kiváltságos csoport, akik megérdemlik a segítséget, ők a jó hajléktalanok, és akkor vannak a rossz hajléktalanok, akik meg így legyenek tömegszálláson, és boldoguljanak és már azt az 5 forintot is kezdjük tőlük sajnálni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy még kisebb csoportokra osszanak föl minket, és azt gondoljuk, hogy mindenki a maga kis gesztenyéjét kapargas, úgyhogy szerintem az első az egyébként az, hogy saját magunkat megvizsgáljuk, hogy mi mennyire vagyunk érintve ezzel a problémával. És nyilván a következő az egy ilyen sokkal általánosabb dolog, hogy Magyarországon nagyon-nagyon hiányzik a demokratikus habitus, tehát az, hogy így a testünkbe be legyen kódolva a demokrácia, hogy elhiggyük azt, hogy nekünk közünk van ahhoz, ami történik, hogy bele tudunk szólni a dolgokba, hogy a pártokat azért választjuk, hogy minket képviseljenek, és nem fordítva, tehát, hogy ez egy sokkal általánosabb, és azt gondolom, hogy ez pedig oktatás és egymásnak a nevelése demokráciára. Jenő? Igen. Én azt is rendkívül fontosnak tartom, mert sokat beszéltünk össze, amikor is, hogy hihetetlen szerepe és elég a nyilvánosságnak. Az, hogy a nyilvánosság megtudja, hogy Magyarország jelenleg ilyen hajléktalan lakhatási problémával küzd, ezeket megismerik, és átérzik, és az érveinket elfogadják. Ez nagyon sokat jelent abban, amit most mondok, az utóbbi időben a társadalmi szolidaritás csökkent. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy a 80-as évek végén nagyon sok ember szolidáris volt avval a csoporttal szemben, akik valami oknál fogva a perifériában szorultak, mély szegénységbe éltek, hogy hajléktalanok. És most már egyfajta ilyen eltompulást, idegeskedést veszek észre, amit a hatalom nagyon szépen ki tud használni. Azt hangoztatják, hogy a hajléktalan ember a városképet rontja.
ha én átmegyek az aluljáról, akkor ne legyenek hajléktalan emberek, mert az én közérzetemet, a biztonságot rontja. Tehát ez meg le kell tüntetni, és akkor a városkép az ember közérzete, a főváros képe sokkal jobb lesz. És pont a szúnyos gyengülése miatt megcsinálhatják ezt, megtehetik ezt. Nem lehet, hogy a kormányzati logika egyébként itt abból indul ki, hogy pontosan érzékelteti az állampolgárok zömével, hogy mindenkinek van lakhatási problémája, mindenki meg van csúszva, és éppen feléjük demonstrál akkor, amikor tüntetőleg olyan intézkedéseket hoz, amelyekkel kiszorítják a hajléktalanokat a városból, és szabálysértési eljárásokat indítanak ellenük. Tehát, hogy kvázi, hogy van lejjebb, tud hol a helyed. Igen, tehát akár ez is lehet, bár én azt gondolom, hogy hogy ez ennél gonoszabb vagy. tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a kormányzat ez valóban válogat a csoportok között. És hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeket a keblére ölel, és az őket egyáltalán nem akarja megijeszteni, hanem nagyon is szeretni meggazdagítani, megfelemelni, és vannak más társadalmi csoportok, amelyek meg kifejezetten és tudatosan lemond, és őket hibáztatja a nem sikerült dolgokért. Ami szerintem egyébként ez a legelképesztőbb dolog, hogy ma úgy tűnik egy kicsit a magyar politikában, mintha a hajléktalan meg szegény emberek lennének a hibásak azért, ahol tartunk. És hát így kívánnám, hogy a hajléktalan és szegény emberek legyenek egyszer olyan hatalomban, hogy rajtuk múljon az, hogy hol tartunk. De hogy azok, akik most ott ülnek, mintha nem vállalnák a felelősséget. És én azt mondom, hogy ez inkább erről szól, hogy megtalálni egy bubakot, hogy ki miatt állunk ilyen rosszul. De látsz arra a jövőben esélyt vagy lehetőséget, hogy ennek a problémának politikai képviselete legyen nem a kriminalizáció oldaláról, hanem lakhatás oldaláról, állampolgárság és demokrácia és jogállam oldalról? Hát én mindenképpen nekem egyébként például a Városmenkében is én vagyok a kincstári optimista, tehát én nekem az a dolgom ebben a csoportban, hogy így mindig elhiggyem, hogy ez sikerülni fog egyszer, és hogy ennek az erőnek mi leszünk a középpontjában, tehát hogy így belülünk fog majd egyszer kinőni Magyarországon egy ilyen nagyon erős lakhatási mozgalom, olyan, mint Amerikában mondjuk a polgárjogi mozgalom volt. Én személy szerint már valóban hiszek, és azt is gondolom, hogy ennek a mozgalomnak a csírái abszolút megvannak ebben az országban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan szervezet van, ami az igazságos lakhatásért küzd. Ráadásul ugye, ami egy nagyon különleges dolog, hogy most már az érintettek maguk is szerveződnek, tehát hogy a város mindenki nagy része hajléktalan emberekből áll, akik nagyon tudatos állampolgárok. És úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez most már csak kemény munka kérdése, hogy ez a mozgalom egyszer így össze tudjon érni. Katus, hogy látod, van esélye annak, hogy a közeljövőben egy ilyen lakhatási mozgalom kibontakozza? Közeljövőben nem, sajnos. Tehát te nem vagy kincsári optimista. De nagyon szeretném. Ez egy másik kérdés, viszont engem nagyon megfogott, amit az előbb a Tessa mondott, hogy az erkölcsi közösség volt valaha? Ismersz ilyen, most te antropológus vagy. De tényleg, szóval hogy ez egy létező dolog, hogy egy nagyon... Akkor nincs valaki kint. Igen, és pláne egy nagyon heterogén társadalomban, mert... Hát minden szemnek maga felé hajlik a keze, szerintem a város mindenként csoport egy olyan hely, ami kifejezetten e felé dolgozik. Tehát, hogy szerintem ez a könyvemutató nyilván nekem egy nagyon fontos esemény, de azért egy ilyen iszonyatosan különleges esemény Budapesten, mert hogy ez egy nagyon ritka események egyike, amikor itt nagyon sok hajléktalan ember ül egyébként a közönségben, a nagyon sok értelmiségi mellett, és hogy ez iszonyatosan ritkán van. És én azt gondolom, hogy erre jobban törekednénk, hogy a különböző társadalmi csoportok ne úgy találkozzanak egymással, mint egy egzotikus állattal, hanem úgy találkozzanak egymással, mint akiknek így van mondani valójuk és közös érdeklődésük, akkor igenis meg lehet teremteni olyan közösségeket, amik nem valakivel szemben határozzák meg magukat, hanem értékek mentén szerveződnek, és ezért nem nincs szükségük arra, hogy egy ellenséget, tehát nincs szükségük arra, hogy az erkölcsi közösségnek legyen egy másik oldala. Sajnos tapasztalatot tudom, hogy mindig így van ez. Én megtapasztaltam a hajléktalanságot, sok hajléktalan emberrel voltam közösségben, és nincs közöttük erkölcsi közösség. Egészen más értékek mentén élnek
a csoportnak bizonyos részei, egészen más elképzelésük van az életről, az önmeghatározásuk egészen másképp hangzik, mint hogy egy erkölcsi közösséget, egy közösen valamilyen cél felé elmozdulást tudjuk képviselni. Nagyon nehéz megmozgatni a különböző rétegű hajléktalanokat, nem tudatosodott még bennük az, hogy a napi életük mellett még van egy olyan harcra lehetőség, ami előbb-utóbb az életet is megváltoztatja. Különböző típusok vannak, különböző értékekkel, különböző iskolai végzettséggel, különböző szellemi kapacitással, és ez nem azt is fogja. Tudom, mert köztük értem. A könyvben egy elég fontos gondolat van végig, ami arról szól, hogy újra kell tanulnunk a történelmünket. Egy Amerikából érkezvén hiszel abban, hogy egészen mélyről is ki tudjuk küzdeni a jogainkat. Magyarországon van egy általános nézet arról, hogy a Kádár korszak örökségével együtt élve mi mindent az államtól várunk, magunk nem teszünk semmit az ügyeink előmozdítása érdekében. Azt kérdezném tőled, hogy te ezt nem egészen így látod, ha jól gondolom, és hogy szerinted vannak rejtett tartalékaink, amelyekből erőt meríthetünk, hogy igenis van értelme annak, hogy küzdjünk a jogainkért, mert előbb-utóbb változást lehetne elérni. Igen, és ez valóban valamennyire Amerikához kötődik, és nekem sokszor szokták mondani, hogy én igazándiból amerikai vagyok, csak úgy véletlenül, hogy Magyarországra születtem, de hogy szerintem ez nincs így, szerintem a magyarok is tudnak optimisták lenni, meg hinni a haladásban, meg a fejlődésben, de hogy ez a történelem szemléletnek a problematikusságára én akkor döbbentem rá, amikor eljöttek ide Amerikából a Picture the Homeless tagjai, akik ugye egy hajléktalan emberek által alapított szervezet, ők voltak a Városmenké modellje, és amikor ide eljöttek, ők ennek a csoportnak, az amerikai csoportnak a nagy része fekete amerikaiakból áll, és hihetetlen volt látni, ahogy a fekete amerikai hajléktalan emberek és a magyar hajléktalan emberek találkoztak egymással, és a legszembetűnőbb különbség az önbizalom meg a magabiztosság volt. Az amerikai aktivisták tudják, látták, hogy ha nagyon-nagyon erősen küzd az ember alulról, és nagyon erős nyomást gyakorol, és összefog, és hisz benne, és kitapossa, akkor igenis lehet változás. Tehát, hogy ezeknek az amerikai fekete amerikai aktivistáknak a nagyszülei még nem ülhettek a buszok elejére. Ők pedig ma már a buszvezetők, meg most akkor ilyen nagyon demagóg módon az elnök is. Tehát, hogy ők, nekik van egy olyan fajta tradíció a fejükben, amik tudják, hogy van értelme a küzdelemnek, és nagyon-nagyon furcsa volt, amikor ők kérdezték tőlünk, hogy mondjuk mi is ilyen példát a Magyarországról, hogy a magyar hajléktalan aktivistákat egy kicsit így lelkesítsük, és akkor mi így azt mondtuk, hogy hát mi nem tudunk olyanról, amikor szegény emberek Magyarországon kiharcoltak volna valamit, és akkor én azt gondoltam, hogy egyszerűen ilyen nincs, tehát hogy ez nem lehet, hogy ilyen. És amikor ezt a disszertációt írtam, akkor elég sokat kutakodtam, és valóban, tehát hogy dehogy nem van, tehát hogy nagyon-nagyon sok szegény mozgalom és lakhatási mozgalom volt a magyar történelemben, csak ezekről soha senki nem beszél, nem szerepelnek a történelemkönyvekben, és az aktivisták sem tudnak róla, és egyébként a szakpolitikusok sem írnak róla, tehát hogy mindig leírják, hogy a 10-20-as években elindult Budapesten a haladó lakáspolitika, és az nagyon kevéssé teszik hozzá, hogy ennek az az előzménye, hogy több száz vagy több ezer lakó lakbérsztrájkot kezdett, nem volt hajlandó fizetni, és addig küzdöttek, amíg el nem kezdtek szociális bérlakásokat építeni. Hasonlóan a kunyhó lakómozgalma, vagy például ez egy ilyen kétes, vagy nem tudom, két oldalú győzelem, de hogy ugye a rendszerváltáskor Magyarországon nem volt hajléktalan ellátás, és az, hogy ma van, azt a hajléktalan emberek harcolták ki. És hogy ma a hajléktalan emberek nem úgy tekintenek a hajléktalan ellátásra, mint valamit, amit ők kiharcoltak, ami az ő eredményük, ők képesek voltak anyagi ráfordítást kiharcolni az államtól, hanem egy olyan rendszer, ami őket elnyomja. És azt gondolom, hogy ha ezt megváltozna, tehát hogyha elkezdenének úgy gondolkozni róla, hogy ezt a hajléktalan szállót bizony én harcoltam ki,
ez az én azért van itt, mert én beletettem az energiáimat, meg az erőfeszítéseimet, akkor egészen máshogy viszonyulnának hozzá. És azt gondolom, hogy muszáj, hogy így kicsit újraírjuk a történelmünket, nem olyan szempontból, hogy tehát nem kell semmit újraírni, csak fel kell fedezni, meg tudatosabbnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy nekünk is ugyanúgy megvan az alulról jövő történelmünk, mint az amerikaiaknak, csak ők sokkal jobban tudatosabban használják, és azt gondolom, hogy nekünk is sokkal tudatosabban kell. És hogy szerintem a város mindenki az egyáltalán nem egy egyedülálló és furcsa dolog, hanem igazándiból egy nagyon hosszú magyarországi mozgalmi történelemnek egy újabb megnyilvánulása, és nem egy olyan furcsa, különleges amerikai import, hanem folytatása a labbérsztrájkoknak, a kunyhólakó mozgalomnak, a 89-90-es rongyos forradalomnak, tehát hogy ezek mind egymásból következnek. Azok az apró és de nagyon fontos sikerek mennyire hatnak a AVM aktivistáira és az egész mozgalomra, amelyek például a kunyhóbontással kapcsolatos bírósági sikereitek? Mert ugye előbb szóba került, hogy elég sokan reményvesztettek és nehéz felházni őket, hogy ezek a sikerek bár elég nagyok, de mégis az egész problémakört nézve eljutnak-e oda, hogy energizáljanak embereket? Az egy rendkívül fontos dolog, hogy a kunyhóbontást, ezt a per bírósági útra tereltük. Ez két oknál fogva fontos. Egyrészt azok a hajléktalan emberek vállalták azt, hogy szembeszegülnek a hatalommal. Nagyon kevesen vannak ilyen. És eredményt értek el, tehát szembeszegültek ebben az iszonyatos jövőben szerintem, mindenfajta eljárási szabály nélkül le lehet bontani kunyhót, és földön futolva tenni azokat a szerencsétleneket, akik is otthon teremtettek maguknak. És precedens értékű az, ennek sajtó visszhangja is volt, hogy igenis, hogyha ezek az emberek megtudják, hogy van ilyen lehetőségük, az állammal szemben nem egy passzív, visszahúzódó, megalázott alanyként lépnek fel, hanem kiállnak a jogaikért. Nagy szavak ezek, de így tudok fogalmazni. És ebben van hihetetlen ereje a mi csapatunknak, hogy ezt a dolgot kezdeményeztük, és ezt a dolgot én is végigvittük. Ez nagyon fontos. A másik a kőbányai lakások. Figyeld nagyon jól, hogy Kőbányán az elmúlt években a kőbányai önkormányzattal kapcsolatot felvevén négy szociális bérlakást tudtunk szerezni. És a kőbányai önkormányzatnak ez a gesztusa reményeim szerint át fog terjedni a főváros bizonyos önkormányzataira, és szerintem idén már el fog indulni egy olyan szociális bérlakás program néhány önkormányzatnál, amit a kőbányai önkormányzat bebizonyított. Nem igaz, hogy nincs erre forrás, nem igaz, hogy nincsenek üres lakások, és nem igaz az, hogy ezek a lakások alkalmatlanok az ott élésre. Tudjuk, ezeket a lakásokat saját erőből felújították, mi segítettünk az érintettek, és emberi, humánus körülmények között tudnak élni. Tehát teszem ebben igazából, hogy ezeket a kis eredményeket kiszélesítjük, hogy előbb-utóbb kell lenni valami előrelépésnek ebben a dologban. És még csak a kunyhólakókhoz annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez pont egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet a demokráciát olyan helyekre is elvinni, ahol így nem gondolnánk, hogy van rá fogékonyság. Tehát, hogy a város mindenki tart ilyen kunyhólakó találkozókat, ahol a kunyhóban élő emberek egymást tanítják a jogaikra. Tehát, hogy azok az emberek, akiket valamikor fenyegetett bontás vagy kilakoltatás, azok annyira jól megtanulták, hogy mik a jogaik, hogy utána már ők tanítják meg azoknak, akik éppen akkor vannak veszélyben. És hogy ez egy hihetetlen erő, amikor látjuk, hogy olyan emberek, akik először úgy jöttek oda hozzánk, hogy de hát úgyis el fogják bontani, hát nincs mit tenni, hát mindig elbontják, azok mondjuk két hónap múlva a más kunyhólakóknak azt mondják, hogy az a te magántulajdonod, olyan nincs, hogy hozzányúljanak, te itt állampolgár vagy, és alapvető jogaid vannak, és hogy ez egy hihetetlen átalakulás, főleg, hogy utána már egymást tudják tanítani, és egymást tudják megvédeni az emberek. Tehát szerintem ez a modell, ami egyébként a megoldás felé visz. Ha már így átértél az aktív állampolgárságra, akkor kérdeznélek arról, illetve benneteket, hogy született itt egy elég fontos kutatás arról, hogy milyen problémák sújtják, milyen problémákkal küzdenek a hajléktalanságban élő emberek, és ezt az akciókutatást
ezt hajléktalan emberek végezték el. Milyen problémákkal szembesültök akkor, amikor például a tudományos establishment felől érkezik kritika, hogy ez nem is igazi kutatás, emiatt nem fogadják be az eredményeit, és nem is reflektál rá se a hatóság, se a minisztérium, sem senki. Érkezik ilyen kritika? Hát ugye az utcai és jó kutatásról van szó, amiről egyébként egy fejezet szól a könyvben, ez a hajléktalan embereket érő diszkriminációt vizsgálta, többen itt a teremben is részt vettek a kutatásban, illetve a Jenő is. Én inkább azt vettem észre, hogy egy ilyen nagy néma csönd, ami övezi ezt, tehát hogy nagyon nehezen értik, tehát hogy nagyon izgalmas volt, és itt most egyáltalán nem személyre szólóan a könyvszerkesztőjét szeretném kipécézni, de hogy nekem egy nagyon-nagyon érdekes volt, amikor a könyvben le van írva, hogy hajléktalan kutatók kutatnak, és a Judit az az elején ilyen szisztematikusan a hajléktalan kutatót azt így mindig kijavította, hogy egybe kell írni. Hogy hajléktalan kutató. Tehát, hogy a hajléktalanokat kutató ember. És akkor én mindig a korrektorával érzem, hogy nem, a kutató a hajléktalan. És hogy ez egy nagyon-nagyon tipikus megmutatta azt, hogy még egy olyan ember, aki olvassa a könyvet, érzékeny, érti, még neki is nagyon furcsa volt, hogy hajléktalan emberek kutatnak. Ez valami nagyon furcsa dolog. És hogy szerintem inkább ez van, hogy nagyon sokszor beszéltünk már erről a kutatásról, és nagyon kevéssé értük, hogy ez hogyan lehetséges. Hogy de hát ez biztos, hogy biztos itt az volt, hogy a Tessa maga megcsinálta, csak azt mondta, hogy a hajléktalanok mutatnak. Tehát hogy szerintem inkább ilyesmi elképzelések lehetnek, hogy azért ez nem lehet, azért az biztos nem igazániból ők mutattak pedig, de tehát, hogy igazániból én csak egy koordinátora voltam annak, hogy ott közösen ezt csináljuk. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ez a nagy csend és értetlenség. Gramsci mondta annak idején, hogy minden ember értelmiségi. Tehát minden emberben benne vannak azok a képességek és azok a lehetőségek, hogy bizonyos társadalmi problémát, bármilyen problémát átlásson, megoldást keressen. És hogy ezt a képességet az egész kutatás során fejlesztettük, tehát minden ember, ugye főleg az egyszerűbb emberek nem mondatokba gondolkodnak. Ezeknek az embereknek megvolt a saját elképzelése, a saját élményei, a hajléktalanság, a hajléktalanság, a diszkriminációval kapcsolatban, a megalapítás kapcsolatban, és a kutatás során, amikor ezekről kezdtünk beszélni, kijöttek olyan értékek ezekből az emberekből, amik hihetetlenek. Tehát ugyanúgy ki tudta fejezni magát egy idő után plasztikusan és konkrétan az az ember, akinek korábban csak homályos elképzelései voltak, mint a kutató. És tulajdonképpen olvas el, aki ebben nem hisz ezt a munkát, hogy állapítson meg, hogy ez tudományos eredmény, vagy egy pamflet. És nagyon kemény melónk volt, és rettenetesen átgondolt, tervszerűen dolgoztunk, és nem csak a szociológiai kutatás részén, ugye, mert az volt az egyik oldala, hanem ez a csoport fejlődött, ahogy hetente egyszer összejöttünk, és megbeszéltük közösen minden áldott problémát. Mindenki elmondhatta a véleményét, az ellenjavaslatait, vitatkozhattunk. Egy időben kialakult egy bizalom, tudjuk, az egyszerű emberek bizalmatlanok és nem mernek megnyilvánulni. Na most egy bizalmas környezetben van, vagy ahol esetleg a hülyeségeket is elfogadják és érvelnek ellene, akkor sokkal jobban megnyílsz és sokkal jobban tudod kifejezni magad. Tehát tulajdonképpen ez egy tökéletesen általán egy tökéletes szociológiai kutatás volt, amit csináltunk. Aki azt mondja, hogy nem, az jöjjön a kezébe. Holnap megbeszéljük. Van egy másik szervezet, amelyik hajléktalan problémával, hajléktalanság problémájával, lakhatási problémákkal foglalkozik. Ennek vezetője az egyik szakmai konferencián azt mondta, hogy az AVM-ben az a gond, hogy mindent a jog eszközével próbál elérni. Azok az akcióik, amelyek például elfoglalják a hajléktalan rendeletet megalkotó polgármesteri irodáját, azok ártanak az ügynek, elfordítják a társadalomnak az amúgy szolidaritásra még képes tagjait a hajléktalanság problémájától, és épp az ellenkezőjét váltja ki az üggyel szemben. Mi erről a véleményetek? Engem érdekelnek a véleményed. Nem így mondjuk
ez az iskola ugye azt mondja, hogy a mindenkori hatalommal ki kell egyezni, mert akkor tudjuk az ügyfeleinket, illetve a problémát leginkább. Én nem hiszek ebben. Tehát én, bocsánat, én éltem a Kádár korszakban, tehát de nagyon emlékszem erre a dologról, hogy be kell lépni a pártba, mert akkor belülről lehet megreformálni. Nem lehet soha semmit belülről megreformálni egy ponton túl, tehát el lehet érni egy csomó változást, de strukturális változásokat nem lehet elérni ilyen módon. És most akkor tényleg az establishment tagjaként hadd mondjam azt, hogy az olyan jó pár hónap volt a diákok megmozdulásával együtt, szóval az ember azt érezte, hogy még talán van remény, hogy lesz valami civilség, hogy valakinek van hangjuk. Tehát én nagyon nem hiszek ebben, ezt megmondom őszintén. Azt nem tudom, hogy mi következik ebben, hogy én nem hiszek ebben, de hogy ezek nagyon fontos dolgok, és szerintem nem mindent az eredményével kell mérni, hogy akkor mit értem, hanem szerintem a gesztus nagyon fontos, hogy lehet kockáztatni, lehet személyesen kockázatot vállalni együtt dolgokért, amiket fontosnak tartunk. És most próbáljuk eljátszani a gondolattal, hogy ugyanabban a helyzetben mi történt volna egy tárgyalás esetén. Semmi nem történt volna. Tehát, abban a kerületben abból el volt döntve, hogy ez fog történni. Nyilvánvaló bizonyos szempontból ott lehet dílt kötni az önkormányzattal, ahol erre van valami nyitottság, hogy valamit csináljanak. De szerintem még az nagyon, szerintem egyébként ez egy alapvetően elhibázott megközelítés, hogy ki kell egyezni a hatalommal, és hogy minden bántás nélkül, de hogy nézzük meg, hogy mi az eredmény annak, amikor a szociális szakma kiegyezik a hatalommal, hát nem túl szép a kép. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt a megközelítést ezt így kifullasztottuk, tehát hogy kiszedtük a rendszerből a maximumot, amit ki lehetett sok-sok félünk helyett tömegintézményekben. Ez eddig el tudott menni, de ahhoz, hogy túl tudjunk ezen lépni, és egy teljesen újfajta megközelítés legyen, az nem fog simogatással, meg mozdulozással megtörténni. Tehát, hogy a radikális változáshoz kellenek a radikális módszerek. És egyébként én azt gondolom, hogy a város mindenki munkája kapcsán nőtt a szolidaritás a hajléktalan emberekkel, és nem csökkent. Tehát, hogy amikor hajléktalan embereket látnak az emberek a tévében nagyon-nagyon okos dolgokat mondani, nagyon-nagyon okos módon, akkor a sokkal többet ér, mint amikor egy középosztálybeli szociális szakember 28-szorra mondja el ugyanazokat a mondatokat, és megöregszik, és még 20 év múlva is pont ugyanazokat mondja. Tehát, hogy és hogy ezek az emberek nagyon-nagyon sokat elértek, csak azt érzem, hogy az ő megközelítésük elérte a határait. Igen, és hogy ezért nem mindenki kiharcolja ki ezeket a dolgokat. Most az esély, hogy nem nekik kell most már. Az esély című folyóiratnak a következő száma az pont a szociális szakma válságával fog foglalkozni, tehát szerintem aki szakmabeli és lát, ami többeket ül a teremben, az nyilvánvalóan értékeli ezt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a szociális szakemberek ne akarnának, ne tudnának, ne ugyanúgy, tehát egyrészt 15 éve lehet tudni, hogy a szálok nem visznek sehova, hogy vannak kísérletek, hogy ezek mindig megáll a lakhatás problémájánál, tehát hogy és akkor mi van. És te mondtad el a rádióban, és ez nagyon így van, hogy tényleg a bizonyos csoportok fizetésével történt valami, most akármilyen nyomorult helyzetben is vannak az orvosok, vagy a tanárok, meg az életpályamodell, meg minden. De még szándékos se lehet látni arra, hogy a szociális szakmában lévők, és volt egy diákunk már még a képzéseink kezdetén, aki ilyen levelező képzésben felnőtt, aki azt mondta, hogy ne értse félre senki, hogy a munkadarab minősíti azt, akivel együtt dolgozik. És mintha ez a hatalom nagyon erőteljesen azon lenne rajta, hogy oda nyomja a szegényekkel foglalkozókat, ahol az ügyfeleik vannak. És hát abnormális dolog, amikor most akármit gondolunk egy családsegítőről, vagy egy gyerekjólétibe dolgozóról, hogy lassanként az ott dolgozó szociális munkás, az nem
talán egyáltalán nincs jobb helyzetben, mint az az ügyfél, akivel foglalkoznia kell. Talán a fizetése csak egy kicsit vagy biztonságosabb, de ugyanúgy nem tud megélni, ugyanolyan lakhatási problémái vannak, talán nem is hajléktalan, de tehát így ezt nem lehet. Én nem azt mondom, hogy távolítani kell a dolgokat, és én nagyon egyetértettem azzal, amit ma reggel mondtál, hogy hát ugyanúgy hallgat a szociális szakma. Tehát az AVM például ez ilyen esetekben milyen eszközökkel tud javítani a szolgáltatások minőségén, amikor egy olyan szociális szakmával találkozik, amelyik tényleg ipozatosan keveset keres, tehát teszem a diplomás minimált ér 50%-át, meg ilyen nagyon rossz. Nekem meggyőződésem, hogy az AVM addig semmit nem fog elérni egyébként a szociális ellátás, tehát nagyobb áttörés lesz a lakhatás területén, mint a szociális ellátás területén, ameddig fel nem lázad a szociális szakma. Tehát hogy én azt gondolom, hogy az AVM a szociális területen nem tud változást elérni, ezt most teljesen őszintén gondolom, hogyha magunk a szociális szakemberek nem lázadnak fel a saját munkakörülményeik és az ügyfeleiknek az életkörülményei ellen. És én nem látom, vagy hogy láttam próbálkozásokat arra, hogy a szociális szakma szerveződjön, de ezek egyáltalán nem elég erősek ahhoz, hogy kiegészítsék ezt a fajta munkát, vagy hogy így a kettő együtt, tehát hogy a hajléktalan emberek és az őket segítők, azok közösen tudjanak valamit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nélkülük nem megy. Ezt nekik kell kiharcolni, ugyanúgy, mint a hajléktalan embereknek is maguknak kell kiharcolni a lakhatásukat, ugyanúgy a szociális szakmának is magának kell kiharcolni a jobb körülményeket. Akkor ezt szerintem zárszóként. Szegény szóval.